Sziasztok anime fanok és japán fanok, én ismét Kedbet Sensei vagyok, és ezt a videót azért készítem, mert még mindig elég nagy hatása alatt vagyok a Mondokonnak, és egyébként is 3 videót akartam készíteni a Mondokonról. Ugye már eddig elkészítettem az unboxingot, amikor is nagyon sok jó cuccot bontottam fel nektek, és remélem nektek is tetszett ez a vidinyó, illetve a legutóbbi alkalommal egy kis összeállítást tettem fel ide a csatornámra, amelyben jó páratokat megkérdeztem a Konon, hogy mi a kedvenc animétek, és hogy miért szeretitek az anime. És ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy találkozhattam veletek. Most pedig egy picike kis élménybeszámolóval készültem nektek, és remélem, hogy ez is fog nektek tetszeni. Egy nagyon érdekes kon volt ez több szempontból is, nem csak azért, mert találkozhattam nagyon sokatokkal, és készítettem veletek interjút, meg egyébként nagyon szuperek voltak a kaják, a programok, meg úgy az egész feeling, hanem azért is egy kivételes kon volt ez, mert hát ugye amikor az ember elmegy konra, különösen, hogyha nem pesti, akkor utaznia kell. Wow, mi meglepő a dolog, de tényleg így van. Remélem ezt azért elhiszitek nekem, mert ami most következik, nem valami ilyen paranormálisos videó lesz ebből az egészből, tehát odáig nem ment a dolog. Bár ki tudja, kinek milyen élményei vannak a konról, hiszen minden ember egy külön történet. De lényeg a lényeg, ez a kis sztori inkább a hazamenetelről szól, úgy a nagy élmény után. Ugye tudni kell azt, hogy az ember a konon, hát nagyon sok mindent szeretne kipróbálni, sokféle előadásra, kerekasztalbeszélgetésre szeretne elmenni, meghallgatni, de hát ugye annyiféle inger ér ott bennünket, hogy ez nem mindig sikerül. Így maradt ki nagyon sok szuper program, amire persze felkészültél lelkileg, de nem gazdálkodtál kellően az idővel. De hogy konkrétan miről is van szó? Ugye hát a Mondokonon azon kívül, hogy lehet nagyon sok cosplayerrel fotózkodni, tudsz ugye enni is nagyon finom japántos ételeket, sushitól kezdve a rámenig, meg egyébként a dangót is megkóstoltam, ami szerintem tök finom volt, mondjuk igaz, hogy szimpla pasírt golyó volt leöntve ilyen édes szósszal, de amúgy dangó volt, mindegy. És hasonló a szituáció a taiyakival is, ami előtt egyébként egész nap baromi nagy sor állt. Tehát én ezelőtt egyszer ettem taiyakit, és nagyon szerettem volna újra megkóstolni, de akárhányszor az e-csarnokban jártunk, mindig egy hatalmas nagy sor, értitek, hát ki a franc fogja azt kivárni. Gondoltam én, hogy majd estére kicsikét visszaszorul a tömeg, és már alig lesznek ott, hát tévedtem. Az a bazi nagy sor igaz, hogy már nem volt annyira hatalmas, de mégis volt akkora, hogy kellően vissza kellett volna hőkölnöm tőle. Főleg azért, mert már hamarosan a végéhez közeledett maga a program is, és hát a buszunk is nem sokára már ment el. És hát mit is akarok ebből az egészből kihozni? Az éhségem nagyobb volt, mint az eszem, és rávettem a többieket, hogy menjünk oda a pulthoz, besorakoztunk abba a baromi hosszú sorba, kb. Egy 5 perc után oda jön az eladó, és megkérdezi, hogy beváltam a rendelését? Mi már rendeltünk, hát mondtuk, hogy még nem. És akkor mondja, hogy hát menjünk oda a másik sorba, mert ugye ott kell rendelni. Most ugye tudni kell arról a sorról, hogy az így amúgy nem volt, tehát nem tudtuk, hogy oda kéne beállnunk, de hát azt gondoltuk, hogy ha már oda beálltunk, és megvettük azt a kis drága takiyakit, igazából csak 3 halalakú gofri, de never mind. Akkor, ha már beállunk a sorba, azért úgy lesz egy kis ütem ott, és haladni fogunk. Hát nem. Eltelik egy jó pár perc, majd lassan egy fél óra, és szerintem már valahogy az 1 óra magasságához közeledtünk, és hát ugye szorított az idő, és mennünk kellett volna a buszhoz, csak hát a gigszer az volt, hogy mi már megrendeltük a taiyakit. Meghánytuk, vetettük a dolgot, és arra jutottunk, hát most várjuk meg, legfeljebb akkor valahogy megoldjuk, illetve belehúzunk, és nagyon gyorsan fogunk a puskásig elsétálni, hogy elérjük a buszt, meg akkor majd így közben bepuszoljuk a taiyakikat. Na mindegy, aztán hát így is történt, szépen haladtunk. Lecces volt az idő, 1/4 óra múlva ment a busz, kicsit már úgy voltunk vele, hogy hát haladni kéne. Hát kihoztuk mi a legtöbbet a dolgokból, de sajnos hiába siettünk, nem értük el azt a buszt. Hát mit volt mit tenni? Nézzük a menetrendek.hu-t, akkor most mi a tend, jó van, menjünk akkor vonattal. Oh.
Csak hát azért ugye a sóhárség nagyobb, mint a praktikusság az esetünkben, és amúgy sem nagyon voltunk hirtelen képbe a helyi járatokkal, különösen időtájt, aztán nem is akartunk ilyen bizonytalan alapra helyezni. Elsétáltunk a Puskástól a keletiig, ott pedig szembesülnünk kellett azzal, hogy a vonat pár percen belül indul, de hát próbáltunk volna ott az automatánál jegyet venni, természetesen az automata nem működött, és nekünk 2 perc alatt kellett volna megkeresnünk azt a helyet, ahol mi meg tudtuk volna venni a jegyet, ez amúgy rímel, de tök mindegy. És hát bementünk mi ide-oda pékségtől kezdve váróteremig, annyi volt az egész, hogy mutatták, hogy arra, meg arra, arra. Hát értitek, most mutatják nekünk, ott vagyunk a keletibe, csomó hely, bárhol lehet az arra elindulunk, arra az, mi van ott a Pest többi része, mindegy. Hát mire megtaláltuk az a helyzet, mondtam, jó, itt most már ne kapkodjunk, mire megvennénk a jegyet, a vonat elmegy. Oké, de akkor mit csináljunk? Hát megnézzük megint a menetrendek.hu-t. A Puskástól 20 óra 15-kor indul egy busz, és azzal el tudnánk esetleg menni. Aha, ja. De akkor most megint sétálhattunk vissza a keletitől egészen a Puskásig, úgyhogy megint nyakunkba vettük azt a kis szakaszt, ami azért a térképen egy picit kisebbnek tűnt, mint a valóságban, de nem baj, ha már egész nap úgyis sétáltunk, és semennyit nem ültünk, az már meg se kottyan nekünk igazából. Hát mentünk is, gondolhatjátok, hogy a többiektől mit kaptam a fejemre. Bőven megérte a tajakért várni. Főleg miután kiderült, hogy ez nem más, mint ilyen hal alakú gofri, amit egyébként mindegy, hát gofrit bárhol ez, de amúgy finom volt, szóval szerintem utólag tényleg megérte, de ez komoly volt. Tehát így utólag már nem tűnik olyan nagy vasizdasznak, de akkor ez így, hát eléggé mondjuk rá megkoronázta a mondokonos élményeket. Nem tudom, hogy kinek milyen érdekes élményei vannak a konnal kapcsolatban. Ez most csak egy ilyen kis élménybeszámoló volt arról, hogy minden kon egy ilyen egyedi alkalom, és minden kon tartogat valami meglepetést az ember számára. Úgyhogy már csak ezért is bőven megérte az a pár ezer forint, hogy elmenjünk rá. Úgyhogy szerintem tök jó volt. Ez egy olyan élmény, amit én nem fogok elfelejteni, szerintem nagyon régen gyalogoltam már én ennyit. Jó, én még csak hozzá voltam szokva, de a többiek barátnőm meg haverom annyira nem. Így aztán kaptam a fejemre az átkokat, és csoda, hogy még itt vagyok, ugye nem átkoztuk el teljesen, de remélem, hogy az idővel őrehik is meg fog szépülni, és kedves emlékekként fogják majd ők is felemlegetni, hogy ilyen szuper volt ez a kon, milyen jó éreztük magunkat, és szerintem ez tényleg így volt, és remélem, hogy legközelebb is hasonló, izgalmas élményekkel teli konunk lesz, úgyhogy mindenféleképpen jó volt. Hát most ez a videó így erről szólt volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek, és remélem, hogy tetszett nektek is. Esetleg írjátok meg a ti történeteket, hogy mit éltetek át a koron, illetve milyen kalandos történet fűződik akár az idei, akár az előző konhoz. Nevessünk egy jót, én azt mondom. És hogyha tetszett nektek ez a kis videó, akkor nyomjatok le egy lájkot, és ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Legközelebb találkozunk, én Kedbecenszei voltam, és ne felejtsétek, továbbra is szemmel tartom az animéket, és titeket is. Jurisko negai shimasu! Sziasztok!